Köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Új Mezőgazdasági Magazin legfrissebb adását látják, hallják. Benne információk, újdonságok, érdekességek a mezőgazdaság házatájáról. Kérem, tartsanak velem az elkövetkezendő 30 percben. Magyarországra érkezett az az Európát átívelő roadshow, melynek középpontjában a gépekben rejlő innovációk álltak. A Mezőhegyesen tartott bemutatón az óriások álltak munkába a szántóföldön. A gazdák megismerhették a legújabb kombájnok cséplési rendszerében és elektronikájában rejlő fejlesztéseket, a szalagos, flexibilis adapterek előnyeit, valamint a törzscsuklós, hevederes erőgépek új dimenzióját. A roadshow-n a legkorszerűbb szaktudás és a gyakorlat kiegészítette egymást. A kombájnokkal kapcsolatban elhangzott, hogy cseppet sem mindegy, hogy a gazda betakarítani vagy learatni szeretné-e a termést. A nagy különbség az, hogy le akar aratni, azt az adott táblát le akarja tudni, végére kerülni és kész, le tudja. Aki betakarítani akar, az minél többet, minél jobb minőségben, minél gyorsabban, minél hatékonyabban lehozni az adott területről. A kíméletesség is rendkívül lényeges szempont. A tört szemek ugyanis jelentős veszteséget okozhatnak. Sokan nagyon sokáig tárolják például a buzát, mert várnak jobb terményárra hasonlók. Minél kevesebb a tört szem, annál kevesebb a toxin, annál jobb minőségben marad meg. A mikrotoxinoknak a megjelenése ötször nagyobb eséllyel történik meg a tört szemekben. Minél magasabb a tört szem arány, annál jobban ezek a toxinok megjelennek, és ugye az Európai Unió egyre lejjebb viszi ezeket a határértékeket. A végeredmény szempontjából nagyon fontos kérdés az is, hogy a kombájn elé milyen adaptert választanak a termelők. Főleg akkor, ha a hagyományos szántóföldi növények mellett szeretnék bővíteni a palettát. Egyre inkább meghatározó a gazdák körében, hogy tapogatóznak, milyen irányba mennek, lépnek ki ebből a hagyományos 3-4 növénykultúrából, ezért egy ilyen vágóasztallal a saját lehetőségeiket is kibővítik, hogy akár a szója irányába, akár a borsó irányába, akár a cserepekukorica irányába elmennek, mivel ez nincsen bekorlátozva. Maga a rotoros kombájn is alkalmas rá, a vágóasztallal kiegészítve pedig egy olyan páros, ami nekik nagyon nagy lehetőséget biztosít arra, hogy kilépjenek ebből a hagyományos növényeknek a esetleges csapdájából, hogyha úgy alakul a piac. Táblamérettől függ, hogy mekkora vágóasztal kell. A vágóasztal méretéhez kell kiválasztani azt, hogy milyen kombány legyen, mert annak sincs értelme, hogy egy keskeny vágóasztal, egy nagy teljesmű kombány nem tudunk leterhelni. Például a rotoros kombány az tipikusan az, ami akkor dolgozik jól, amikor jól le tudjuk terhelni. Ehhez pedig kell egy vágóasztal szélesség. Az erőgépeknél két nagyon fontos kulcsszó a területteljesítmény és a hatékonyság. Adott egységnyi idő alatt nagyobb területet gyorsabban meg tudok művelni kevesebb gépkezelővel, emellett mindez üzemeltetési költségbe több gép helyett egy gép, több gépkezelő helyett egy gép. Az üzemanyagfogyasztásban minél nagyobb munkagépet tudok mögé rakni, annál jobban jön le az egységnyi fogyasztása. Ez mind abban segítség a gazdálkodóknak, hogy hatékonyabban működjenek és a költségeikből tudjanak faragni. A bemutatón számos információt hallhattak a gazdák a hevederes járószerkezetről, ami mögött 4 évtizedes tapasztalat és fejlesztés van már. A technológia két legfontosabb előnye az optimális erőleadás és a talajtaposás lehető legkevesebbre csökkentése. Nagyobb felületen tapad a föltöz, tehát a 715 lóerőt azt keréken már nem lehet leadni, nagyon nagy lenne a csúszása. Minden körülmény között ez a 4 hevederes járószerkezet folyamatos tapadást biztosít, ezáltal sokkal jobban kitolhatók a munkakörülmények, rosszabb időjárási körülmények között lazább talajon. A másik oldala viszont pont az ellenkező, amit az ember gondol egy ilyen gépnél, annyira kicsi a talajtaposása a nagy felfekvő felület miatt, hogy gyakorlatilag egy 100 kilós ember a fél lábra sokkal jobban tapossa a földet, mint hogyha ez a gép menne végig. A roadshow-n szó esett arról a rengeteg adatról is, amit az erő és munkagépekből lehet kinyerni. Egyre bővül azoknak a megoldásoknak a köre is, amire a GPS technológia ad lehetőséget. Nagyon értékes adatokról beszélünk, elsősorban műszaki paraméterek, gépkihasználtság, különböző folyadékszintek, hőmérsékletek a gépben, amiket ugye mérünk. Ezek nagyon fontos információk, hogy miért? Többek között azért, mert vannak különböző határértékek, ami felett mondjuk egy paraméter már esetleg problémára okot adhat. Ezek a fajta kimutatások, amit kinyerhetünk a rendszerből, segítenek optimalizálni a gépeknek a kihasználtságát. Tudjuk például figyelni, hogy egy adott napon mennyit állt a gép,
mennyit pöfékelt az üzemanyagot feleslegesen, ahelyett, hogy ők leállíthatták volna, vagy dolgozhatott is volna akár. De ilyenfajta jellemzéseket is üzemanyagfelhasználást tudunk kimutatni, például, hogy az adott gépkezelő mondjuk jó fokozatban használta esetleg a váltót, tudjuk figyelni, hogy betartotta az utasítást, hogy mondjuk a vetést csak 10 km per órával végezze el. Ezek szerint mind tudunk figyelmeztetéseket és paramétereket beállítani, ezáltal tudunk mi is egy jobb rálátást nyerni a gépüzemeltetési dolgokra. Kedves nézőink, kérem hallgassák az Új Mezőgazdasági Magazin podcast adásait is. Szemedgyönyörködtető a kajszibarack ültetvény, és pompás a termés idén a Kiskunfélegyházi Marillen Kft. Területén. Nincs ez mindig így, mert a tavaszi fagyok bizony sokszor megtréfálják a gazdálkodókat. A Kiskunfélegyházi cégnél is több lábon állnak. A 60 hektárnyi területen a kajszibarack mellett szilvát, medgyet és őszibarackot is termelnek. De ami igazán kiegyensúlyozottá teszi a cég működését, az az, hogy a gyümölcsöket fel is dolgozzák, és nem csak a saját termésűt, hanem még vásárolnak is hozzá. Alapvetően minden Magyarországon előforduló gyümölcsöt feldolgozunk. Kezdjük el a szamócával, meg a meggyel, utána kajszi, őszibarack, körte, alma, szilva, birs, sütörtök, répa, tehát tényleg mindent feldolgozunk, amit csak találunk. Szeretnénk minden jobban elhúzni a szezont, és így már júniusban tudunk kezdeni, és akár január-februárig dolgozni tudunk. Mi az a feldolgozottsági szint, amíg elmentek? Mi félkész terméket gyártunk, tehát a mi termékeinkkel nem lehet találkozni a boltokban, de ami Magyarországon előfordul a gyümölcskészítmény, abban nagyon sok helyre mi szárítjuk a gyümölcsöket. Tehát mi verőt gyártunk, meg fagyasztott gyümölcsöt nagy kiszerelésbe, és akkor ezt dolgozzák tovább a cégek. Hova adjátok el, magyar vagy külföldi cégeknek? Kétharmad az magyar, egyharmad az külföld. Külföldnél Ausztria, ami nagy piac számunkra, meg a skandináv országok. Ma számos olyan mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozás van az országban, ahol elérkezett az idő a generációváltásra. Sok esetben a családon belül lépnek a fiatalok az idősebbek helyébe, de nem mindenhol van erre lehetőség. A Kiskunfélegyházi cégnél úgy történt meg 3 évvel ezelőtt a generációváltás, hogy a nyugdíjba vonuló tulajdonosoktól olyan, eddig más területen dolgozó fiatalok vásárolták meg a céget, akik fantáziát láttak a gyümölcstermesztésben és feldolgozásban, és nem riadtak vissza attól sem, hogy ehhez hitelt vegyenek fel. Ma pedig már újabb és újabb fejlesztésekben gondolkodnak. Minden évben szeretnénk fejleszteni, már folyamatban van a velőző üzemünknek a teljes megújítása, ez a jövő szezonra már el fog készülni, ez még egy tavaly elnyert pályázatból valósul meg, illetve szeretnénk az új pályázatokon is indulni, itt a velőző technológiánkat szeretnénk tovább fejleszteni, hogy a régió egyik legjobb velőzőjével rendelkezzünk mi. Honnan veszitek a rávalót, hogyha lehet így kérdezni? Részben pályázatból valósul meg a beruházás, illetve az MBH bank finanszíroz bennünket, és velük együttműködésben dolgozzunk ki a mi cégünk finanszírozását. 1500 milliárdos beruházási program indul, több mint 60 jogcímmel, és ebben az ültetvénytelepítés például pont egy olyan lehetőség, ami most indult el a napokban. Úgyhogy mindenkit arra kapacitálok, hogy pályázom, mert egészen jó feltételekkel lehet pályázni, és hát nyilván ehhez az önerőt oda kell majd tenni az ügyfelek részéről. Tehát az ágazatban annyi önerő, szabad önerő sosincsen, ami banki finanszírozás nélkül önmagában tudna működni. Tehát alapvetően a gyümölcs és zöldség ágazat nagyon megbízható adósa a magyar bankszektornak, a bankrendszernek, úgyhogy mindenképpen úgy fogunk hozzáállni, hogy ez finanszírozható ágazat maradjon. A telepítések mellett feldolgozók létesítését is tervezi nagyon sok termelő. Igen, leginkább a pályázati rendszer azokat a beruházásokat fogja támogatni, ahol már valamiféle múltbeli operáció, múltbeli működés, történelmi vállalkozás van, és ilyen tekintetben én azt gondolom, ez egy jó irányzat, hiszen szépen lassan kiválogatottak azok a termelők, feldolgozók, akik képesek a piacon eredményesen működni. Ugye most is egy ilyen vállalkozásnál vagyunk, egy nagyon jó példa arra, hogy egy olyan úgymond általunk nispiasznak, réspiasznak hívott területen dolgozik, abban igazából olyan nagyon sok szereplő Magyarországon, vagy akár Európa szerte sincsen, hiszen a gyümölcsfeldolgozás az egy olyan tevékenység, ami egy speciális termékesének tekinthető.
Sokan óckodnak a hitel felvételtől, hiszen nagyon sok adminisztrációt kell ilyenkor elvégezni a hitellel kapcsolatban. De mit tudsz azoknak mondani, akik óckodnak a hiteltől? Hitel nélkül meg sem tudtuk volna vásárolni a céget, illetve 50%-kal nőtt a bevételünk 3 év alatt, ezt nem tudtuk volna saját erőből finanszírozni. Így, hogyha fejlődni akarunk gyors ütembe, akkor ez csak hitelből tud megvalósulni. Hogyha megnézed az utóbbi néhány évedet, ugye váltottál, sikeres vállalkozó lettél. Nem bántad meg, hogy végül is ekkora váltást csináltál az életedben? Egyáltalán nem. Izgalmas minden nap. Minden nap egy kicsit más. Meg így van egy jó tulajdonos összetétel, ugye hatan vagyunk tulajdonosok a Marilembe, minden problémát megbeszélünk, és így egy jó légkörbe tudunk együtt dolgozni, és szerintem ez nekem nagyon fontos. Ez egy jó irány szerintem, hogy fiatalok látnak fantáziát a mezőgazdaságban. És egy ilyen ültetvény, egy üzem, ez nem becsatornázódik valamiféle másik nagyobb entitásban, hanem önállóan képes megállni, és olyan gazdái lesznek ennek a tevékenységnek, ami hosszú távon fenntartja azt, hogy a magyar gyümölcságazatnak igenis van jövője. Ma már senki sem vitatja, hogy a gazdálkodóknak egyre szélsőségesebb körülményekkel kell szembenézniük, és az lett a legfontosabb kérdés, hogy hogyan tudnak ezekhez alkalmazkodni. A szakemberek újra és újra arra hívják fel a figyelmet, hogy ideje elszakadni a megszokott megoldásoktól, mert azok már nem működnek a megváltozott körülmények között. A Védelstad Magyarországon is közel 2 évtizede szószólója a talaj minőségét javító és a vízmegőrzést szolgáló technológiáknak. Legutóbb Diós Kálon, Zala vármegyében, Plotár István családi gazdaságában találkoztak a gazdálkodókkal, hogy megmutathassák a javasolt megoldásokat. Itt ezeknek a talajművelő gépeknek, amiket ma bemutattatok, ugye ezeknek különféle elemei vannak. Ezeknek az elemeknek, mindegyiknek más-más a funkciója. Melyik a legfontosabb elem, hogyha ezeket a gépeket nézzük, melyik a legfontosabb funkció, amit el kell végezni a talajjal ezeknek a gépeknek? Ha ebbe az időszakban nézzük, akkor értelemszerűen ugye a sekélyművelésről beszélünk, tehát a felszín közelében lévő tallómaradvány, takarónövényt ugye intenzíven aprítsuk, keverjük, és a felszín közelében hagyjuk, és a felszín borítottságot is lehetőség szerint garantáljuk, ugye ezzel is megőrizve azt a nedvességtartalmat, ami a talajban van. Ugye védjük a felszínt a túlzott hőtől, a túlzott stressztől, ami nem csak hő, hanem ugye a csapadék okozta tömörítő hatás. Tehát ha felkészülés a következő időszakra, azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Nagyon fontos az, hogy lezárjuk a talajokat. A talajok zárása az természetesen pontosan ugyanezzel van összefüggésben, hogy a nedvesség megőrzés. Tehát egy egyengetett felszín, egy lezárt felszín ugye garanciát jelent arra, hogy ami mélyebb rétegekben van és feljebb tud jönni, az nem fog mélyen kiszáradni. Tehát ezt úgymond egy paplannal lezárjuk és megóvjuk. Az ország különböző részein különbözőek a csapadékviszonyok, különbözőek a talajok nedvességi állapotai. Itt a Dunántúlon azért még viszonylag jó a helyzet, de a Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon egyszerűen katasztrofális. Ott mit tudtok mondani a termelőknek? Nyilván, hogyha valaki elindul ezen az úton, akkor ha már csak annyit elsajátít belőle, hogy a lehető legkevesebbet bolygassa, vagy amikor hozzányúl a talajokhoz, akkor okszerűen és csak abban a mélységben, ami ténylegesen indokolt, vagy adott esetben tallófázisban hagyja a területet, ez mindenkinek tulajdonképp a saját tapasztalata alapján kell, hogy megítélje. Nyilván vannak új trendek, vannak új irányok, ahol nagyon kevés a csapadékmennyiség, elsődlegesen nincs más választás, mint ugye a bolygatás minimalizálása. Illetve, hogyha bolygatunk, akkor zárjuk le, tömörítsük vissza a felszínt, és tegyük lehetővé azt, hogy ha később megérkezik az a várva vált csapadék, akkor ez befogadja a talajt. A Védelstart bemutatóinak állandó résztvevője Birkás Márta professzorasszony, aki a tudomány eredményeivel próbálja meggyőzni a sokszor kétkedő gazdálkodókat, hogy szemléletváltásra van szükség.
A hosszú távon is jövedelmező gazdálkodás érdekében a talajvédelmét és a vízmegőrzést kell szem előtt tartani a technológia megválasztásánál. És igaz ez az aratás utáni teendőkre is. Itt van a tarló, az alap. Ha a tarlót jól gondozzuk, tehát nem vízvesztően, mert az, hogy csupaszan hagyjuk, sajnos ez vízvesztés, égeti a nap, UV-sugárzás erős, és ez még hetekig így lesz. Hát az nem egy jó ómen. Mi a teendő? Első, a talajnak istálló trágya, ha nincs, akkor szerves anyag kell. Legolcsóbb helyben ott levő a szalma, gyökérmaradvány, tarlomaradvány. Ha azt jól szecskáztuk, jól terítettük, akkor az jól takarja a felszínt. És akkor lehet halogatni a talaj bolygatását. Ráadásul, ha jön egy kis csapadék, akkor mégis a talajba szivárog, és nem engedi, hogy azonnal elvigye a szél. Mert szerintem mindenki érzékeli, hogy egyre több a szeles nap. Tehát kevesebb csapadék, és még szél is sok és erős. Ami, hát bizony a talaj vízveszteségét növeli. Nagyon sok fiatal volt itt ezen a bemutatón, ezt hogyan értékeled? Külön öröm volt, hogy nagyon sok kérdés érkezett a egyik gépről másikra, amikor átálltunk, amikor oda mentünk egy gépnek a munkáját megnézni, akkor jöttek a kérdések, és ez egyrésztből azt mutatja, hogy van érdeklődés, másrészt az, hogy lehet, hogy vagyunk olyanok, akik tudunk valami pluszt, újat mondani, és ez mindenképp pozitívum, hiszen nélkülük a jövőben sem tudunk eredményeket elérni, hiszen rajtuk múlik a jövő. Animas Expo. Régen várt újdonság az agrárágazat számára a Hung Expo-n. Idén először állattenyésztési és állategészségügyi szakkiállítás és vásár. Állattartó teleppel rendelkezik, korszerűsíteni gépparkját, megjelentek az ATK pályázati felhívások. 50% vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Keresse gépértékesítőinket. Az immár 75 éves Martonvásári Nemesítőintézet fajtáiból fémzárolt, minősített vetőmaggal biztosítjuk a bőtermés elérését partnereink számára. Keresse a piacvezető Martonvásári őszi kalászos és őszi borsó vetőmagokkal kapcsolatban az Elitmag Kft-t. Elitmag.com. Nagy területteljesítmény, precíz vetés a nagy gazdaságok célgépével, a John Deere Exact Emerge vetőgéppel. Részletekért keresse Kite gépértékesítőjét. Legyen a kertet zöldségek, gyümölcsök, fűszerek, virágok otthona. Kipróbál termelési módszerek, felhasználási tippek a Szódi Jánostól az Én kis kertem című könyvében. Az első kötet sikere után már megjelent a második rész is. Most együtt kedvezményesen megrendelhető az umm.hu oldalon. Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny Hajdúböszörményben augusztus 9-től 11-ig. Jegyek elővételben vásárolhatók a jegymester.hu-n. A kiállítók naptárjában már ott van, írd be te is a tiédbe. Agromos Expo a Hung Expo-n 2025. január 22-e és 25-e között. Warrior mikrobiológiai készítmény a Trichoderma gomba jótékony hatásával. Felhasználásával teljesíthetőek az agrár-ökológiai program elvárásai. Keresse a Novaterra Kft-t és partnereit. Pontosság, precizitás, teljesítmény. Több mint 1000 hazai gazda választotta már a Tempó szemenkénti vetőgépet. Rendelje meg ön is most előszezoni kedvezménnyel. A Sumi Agro nyereményjátékában most Pilán termékek vásárlásával egy Suzuki Jimny-t, felejthetetlen japán utazásokat és most Pilán termékcsomagokat nyerhet. Válassza az eredetit, a japán minőséget. Kubota M5002, egy professzionális traktor, amely bizonyítja, hogy az igazi kiválóság belülről fakad. Erőteljes motor, kiváló váltó, nagy hasmagasság és egyszerű irányítás. Indítsa stabil alapokkal az őszi vetését, érjen el nagyobb hozamot. Használjon Lumino Pro tartamhatású műtrágyát. Keresse kollégáinkat. Altoterra. Coralin 9. Ultrasekély hibrid kultivátor a lemkentől, tárcsákkal és kapákkal. A legideálisabb művelési mód nyáron. Hatékony vízmegtartás és gyomirtás. Makrogranulált műtrágyák, Greenfert mikrogranulált starterek és lomtrágyák az IKR Agrárnál. Mikrobiológiai termékeink az AÖP programban. Részletekért keresse kollégáinkat. Tapasztalatok, küzdelmek, sikerek. 53 vallomás az agrárium meghatározó személyiségeitől. A Szóri János Portré című könyvében. Frissen préselt, rostos gyümölcslé, hozzáadott cukor és tartósítószer nélkül.
Alföld aranya a kiskörösi Jonadrink Kft-től. Kedves nézőink, az Új Mezőgazdasági magazint a Facebookon is megtalálhatják. Lájkolják műsorunkat, kövessenek bennünket ott is. A hagyományokhoz híven idén is nyári burgonyafajta bemutatóra várták a termelőket Berzencén. A kísérleti területen ezúttal 54 fajtát tettek próbára. Hazánk egyik legnépszerűbb burgonyás rendezvényén az elmúlt évek legszebb állománya várta az érdeklődőket. Annyira kedvező időjárási körülmények jöttek a viszonylag kései ültetésre, ami 4. hó 30-a tájékán történt meg, hogy nagyon gyorsan beértek a gumók, nagyon jó fejlett volt az állomány, ezért most már kénytelenek voltunk a szártalanítást elvégezni a nagyobb táblákon. Milyen a termés? Hogy látjátok, milyen lesz a minősége a vető burgonyának az idén? Előzetes becslések alapján egy erős közepes termésre számítunk. Az eloszlása, a méret eloszlása a gumóknak az kiváló lesz, mind az egészségi állapota, úgyhogy gyakorlatilag az idei évben minden összeállt, ami egy sikeres és jó minőségű vetőguma leállításhoz szükséges. Milyen növényvédelmi évünk volt? Sok eső volt, azért ez problémákat szokott okozni. A sorzáródásnál mindjárt egy kombinált védekezési módot kellett alkalmazni, ezen kívül még 2 állománykezelést is, illetve egy záró fungicides kezelést kellett beiktatni. Mindezek mellett azért a rovarnyomás is nagy volt, ezeket vizsgáltuk sárga alapokkal, illetve a burgonyabogarak L1-es lárváit sikerült időben megfékezni, ezért gyakorlatilag teljesen tiszta állomány mellett állhattunk végig. Milyen burgonya árak várhatók Magyarországon az idén? A nyugat-európai vizenyős helyzetre való tekintettel, hiszen gyakorlatilag most fejezték be az ültetést, azt gondoljuk, hogy a vetőgumó ára biztosan nem fog csökkenni, talán inkább egy kis növekedésre számolunk. Az étkezési burgonyának az ára az pedig egy kicsit jelen pillanatban csökkent, de bízunk benne, hogy az ősz folyamán, illetve aki hosszabban tud tárolni, egy sikeres gazdasági évet tud maga után. A rendezvényen részt vett annak a hollandiai nemesítőháznak a képviselője is, amelyik a 70-es években elsőként hozott be olyan vetőburgonyát Magyarországra, ami forradalmasította a hazai termesztést. A nemesítés irányai ma már természetesen mások, mint amik akkor voltak. Változnak a felhasználói szokások. A feldolgozott áru most sokkal inkább előtérbe kerül a burgonya eladásban is. Erre helyezzük a hangsúlyt, és keressük a választ a nemesítés során is. Emelte ki Pete Bosma. Elsődleges szempont, hogy minél gazdaságosabban előállítható fajták kerüljenek ki a nemesítők kezei közül. Fontos, hogy minél kevesebb víz és nitrogén felhasználásával megtermelhető legyen a burgonya. Hollandiában most sokkal kedvezőbb volt az időjárás, mint tavaly. Akkor a gumóképződés hiánya okozta a legnagyobb problémát. Csupán 6-8 darab volt egy bokor alatt, most pedig a normál 10-12 gumóval lehet számolni, tehát nem lesz hiány. Hangsúlyozta a cég exportmenedzsere, akitől azt is megtudtuk, hogy növényvédelmi szempontból ebben az évben a fitoftóra jelentette számukra a legnagyobb problémát. Minek kell megfelelni ma egy jó burgonyának Magyarországon? Jó termeszthetőség, az időjárási feltételeknek való megfelelés, vagy pedig adaptálás, avagy a technológiában, akár a fajta tulajdonosok által adott tanácsok alapján ezeknek a módosítása, akár szezonról szezonra, ennek meg kell felelni. Ismeretes ugye a szakemberek között, hogy vannak a korai, vannak a középkorai és vannak a késői fajták. Na most milyen arányban vannak jelen ezek az érés típusok a termesztésben? A legtöbb a korai érésidejű fajta, tehát kiválóan alkalmasak a fólia alatti termesztésre, pümör, burgonya, korai értékesítésre. Ezek teszik ki nagyon számra a kínálatot, és világszerte is ezt keresik jobban. Nektek nagy rálátásotok van arra, hogy nemzetközi szinten most mi a burgonyának a helyzete, hogyan állunk az étkezési burgonyával, mert ugye mindig ez csatol vissza aztán utána a vetőburgonya piaci helyzetére.
Előfordul mostanában már Nyugat-Európában is, hogy hiány keletkezik az étkezési burgonyából, így azoknak, akik többlettermelése van, vagy nem jutnak piacra, vagy esetleg nem megfelelő áron, azok alkalmasak lehetnek arra, hogy exportáljanak Magyarországról étkezési burgonyát. Ez persze egy hetente, havonta, rövid perióduson belül változó lehet. Egyébként meg ugye megszoktuk, hogy amikor már nincs elegendő burgonya Magyarországon, vagy ne talán előbb is, akkor import pedig Magyarországra érkezik be. Ez valószínűleg változatlan marad, az arányokon érdemes esetleg változtatni. Mennyire vagy megelégedve a fajtasorral, a fajtasor állapotával? Gyönyörűek a burgonyák, sima héjúak, szépek, varasodásmentes területre kerültek, és abszolút jól is reagáltak erre. Úgyhogy elégedettek vagyunk Gyurék munkájával, és köszönjük is nekik. Ismét összegyűltek Hajdúnánáson a hagyományőrző aratók, hogy megmutassák a legfiatalabb generációnak, hogyan zajlott egykor az aratás, amikor még nem a nagy gépeké volt a főszerep a betakarításkor. Kora reggel munkához láttak a csapatok, hogy összemérjék ügyességüket. A hajdúnánási ezüstkor nyugdíjas egyesület tagja, Jucika néni, már a 8. X-en is túl van, mégis serényen dolgozott a búzatáblában. 9 éves koromban született egy gyecsém, és nekem kellett apukám mellett szedni a hónajt. Ő lerakta a kötelet, és utána kötötte. Én imádtam kapálni és aratni is. Mi a legjobb benne? Mi a legjobb benne? Szabadban van az ember. Senki nem parancsol. És csinálja normálisan a menetet. Délbe ebéd, pihenés, ha nagyon meleg volt délután, hozzákezdtek újból. A hajdúböszörményi Tessedik Sámuel kert barátkör tagjai is minden évben részt vesznek a találkozón. A paraszti munkának, a paraszti emberek örömének legnagyobb és legfontosabb része az évi aratás. A szegény emberek munkája. Nem gazdul, amely. A gazdul, amely csak kijött szétnézni, azt kérde, hogy mit csináltok, akármilyen meleg van. Elment hazafele. De a paraszt embernek, a szegény embernek addig kellett vágni, addig kellett kötni, ameddig csak tudta, bírta, stb. Mert amennyit dolgozott, ahhoz kapta a némi jutalmát, keresetét. A legjobb kötélkészítőnek járó elismerést tavaly a hajdúböszörményi csapat egyik tagja, Abari László vehette át. Megtudtuk tőle, hogy a kötélnek való gabonát mindig hajnalban szedték. Az aratás az úgy kezdődik, hogy a legelőször a kötelet kell megcsinálni. Aztán jön a kaszás, jön a marikszedő, majd jön a Sanyi barátom, a kívekötő. És mikor ez mind megtörténik, akkor jön a keresztberokás, és utána jön rá a pap, hogy az esemikor jön, az védje a többi gabonaszemeket. Édesapám tanultam, már már gyerekkoromban vitte, kötélteregető voltam, aztán már már kötélt csinálok. Majd később arató, és akkor így ment tovább, majd utána a géphez. És akkor lettem törekes fiú, utána szalmahordó, és akkor kiverakó. Ez így ment. Aki azt a buzát learassa. Mezőségből érkezett Hajdúnánásra a Maneszes család. A családfő Maneszes Márton 14 éves korában tanulta meg az aratás minden csinyát, binyát a szüleitől. Magyar Szovátról jöttünk, ami Kolozsvártól 30 kilométerre van, egy mezőségi falu, és itt mindenféle hagyományt akarjuk most megőrizni, mert nagyon el volt hanyagolva ez a része. A nagyobb fiam evel dolgozik, mert ez ilyen notaénekes máskülönben, és a hagyományt vissza akarja hozni Magyar Szovátra. És ide is meg voltunk hívva, és nagyon kíváncsiak voltunk, hogy hogyan működik itten is az aratási program. A Maneszes család nem csak azt mutatta meg, hogy náluk hogyan zajlott régen az aratás, hanem egy kis meglepetés műsorral is készültek. A hagyományőrző aratók találkozóját már 16. alkalommal szervezték meg. A rendezvény kitalálója és motorja a Nyakas család.
A céljuk az volt, hogy a kézijaratás hagyományát megismerjék a fiatalok is. Ezért mi mindent megtettünk, a család felkarolta ezt, és hogy ez tovább éljen a szájhagyomány útján is, meg itt a fényképek, videók alapján, és a fiatalok lássák azt, hogy történik. Nagyon szép, úgy gondolom, nagyon szépen bemutassuk a kézaratást, mellette itt vannak a következő 50-60 éves gépek, és a legutolsó van a legújabb technológia itt van, ami már látszik, és így tulajdonképpen le van vezetve az, hogy az aratás hogy történik. Minden évben 15600 vendégünk van most már, körülbelül ez indult egy olyan 70-80 fővel, 200-300, és akkor tulajdonképpen kinőttük magunkat, úgyhogy ez nem csak a Nyakas családnak a munkája, ebben benne van az önkormányzat, és benne van a kultúrháznak is a munkája, a prokuratúrnának a munkája, ez egy közös összefogással történik az egésznek a szervezése. A munka után természetesen jöhetett a finom ebéd. Ezúttal 16 bográcsban főtt a pörkölt. Az egyikben egy igazi különlegesség, strucragú készült. Alaprecept igazából az, mint egy jó magyar pörkölt, megfelelő mennyiségű hagyma, paprika, paradicsom. Mi különleges fűszereket igazából ilyen francia ízvilágra szeretünk mindig elmenni, rozmarin, minimális kakukkfű és igazából a vörösbor. Nyakas Dániel édesapja az elsők között foglalkozott struc tartással hazánkban. A család Hajdúnánáson gazdálkodik, és állományukat folyamatosan bővítik. Több mint 140 darab tenyészállatunk van, ezt szeretnénk igazából egy 3-400 darabra felvinni, meg a megfelelő, vagy a hozzátartozó szaporulat. Mi kismadarakat értékesítünk, és utána vágó madarakat vásárolunk vissza, és a nyugat-európai piacra értékesítünk utána. Idén is kapcsolódott a rendezvényhez a Magyarok Kenyere program, ami 13 évvel ezelőtt indult útjára. A Hajdú-Bihar vármegyei gazdák idén is jelentős mennyiségű gabonát, valamint anyagi támogatást ajánlottak fel jótékony célra. Akik örültek annak, hogy szépen telt a kombány tartálya, azok gondolnak azokra is, akik szükséget szenvednek. Mi ezen dolgozunk, hogy azok, főleg most kiemelten mondom a kárpátaljai gyermekeket, akik hatalmas nyomás alatt vannak, vagy a kárpátaljai emberek, ahol már a férfi lakosság szinte eltűnt, idősek és fiatalok, gyerekek vannak együtt. Nekik is meg kell élni, nekik is kell, hogy kenyér legyen minden nap az asztalon. Tehát ilyen helyzetben fontos, hogy tudjunk adakozni. A hagyományőrző aratók találkozójáról nem hiányozhatott a muzsika szó sem. Ezúttal is nagy sikert arattak a színpadi produkciók, köztük a Madás Színház művészeinek, Simon Boglárkának és Jenei Gábornak a műsora. Kedves nézőink, mai új mezőgazdasági magazinunkba ennyi fért. Ha valakinek észrevétele vagy véleménye van a műsorral kapcsolatban, az írjon a képernyőn látható e-mail címre. Az új mezőgazdasági magazint az interneten is megtekinthetik a www.újmezőgazdaságimagazin.hu oldalon, vagy a www.umm.hu oldalon. De keressenek bennünket a YouTube-on is az új mezőgazdasági magazin csatornáján, és ne felejtjék, a Facebookon is ott vagyunk. Kérem, hallgassák az új mezőgazdasági magazin podcast adásait is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, legyen nagyon szép a napjuk!